Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! 100. tanévnyitóját tartotta meg a HSC Makkói Návai Lajos Technikum és Kollégium. Megvásárolja az önkormányzat a Kertész utcában vitát okozó telket. Évről évre egyre többen látogatnak át Bogárzóba, a templom búcsúba. A HSC Makkói Návai Lajos Technikum és Kollégium 100. tanévnyitójának adott otthont a Hagymaház pénteken délután. A jubilomi eseményre a tanulók mellett egykori diákok és igazgatók is ellátogattak, akiket Kincses Tímea, a HSC főigazgatója és Papús András intézményvezető köszöntöttek. Pénteken délután hivatalosan is megkezdődött a jubilomi tanév a HSC Makkói Návai Lajos Technikum és Kollégiumban. A tanévnyitó eseményen beszédet mondott Kincses Tímea, a főigazgató, aki felelevenítette a kezdeteket és kitért a jelenre is. 1923-ban, az első tanévben egy kinevezett, megválasztott tanárral, az intézet igazgatójával, óraadó tanárokkal, egy osztállyal, ebben 32 tanulóval működött az iskola. A 100. tanévben 58 kinevezett oktatóval, 7 óraadóval, egy igazgatóval és 4 helyettesével, 25 osztállyal, és ezekben közel 700 tanulóval, illetve felnőttel kezdődik az oktatás. Története során az iskolának több mint 20 elnevezése és 10 igazgatója volt. Hozzátette, a legtöbb esetben az iskola képzési profiljának változását is jelentette a névmódosulás. A kereskedelmi, majd közgazdasági szakok mellett ma már megtalálható az informatika, a logisztika, gépészet, elektronika, építészet és a legfiatalabb terület a turisztika is. A szerkezeti változásokkal párhuzamosan az iskola infrastruktúrája is fejlődött. Az intézmény igazgatója Papús András köszöntőjében kiemelte az esemény különlegességét. Az egykori diákok várják az alkalmat, hogy visszajöhessenek ide. És mennyien vannak. Az egész város szövetéhez jelentős és meghatározó szálakkal kötődnek. Még soha nem éreztük, hogy városunk életének ennyire meghatározó csomópontja a kerít. Vajon, akik 100 évvel ezelőtt itt kezdték a tanulmányaikat, gondoltak-e arra, hogy egy olyan összetartó közösség első tagjai lesznek, akik mind büszkén mondják majd, én Keris voltam. Akik felismerték az iskola alapításának szükségességeit, érezték-e, hogy döntésüket mára 100 év fogja igazolni. A rendezvényre ellátogatott Savanya Sándor, aki 1991-től 2006-ig igazgatta az iskolát. A nyugalmazott intézményvezető megosztotta érzéseit és gondolatait. Egy iskola életében a 100 év az mindig nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy örülök, hogy itt lehetek ez a 50 éves jubileumi évforduló után, a 75 évesen, és most a 100 évesen. Én bízok benne, hogy az iskolának van a továbbiakban is szép jövőképe. Dr. Koppányi Mihály 59 évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait Makkón a technikumban, aki örömmel látogatott haza a jubileumi eseményre és osztálytalálkozójára. Az ünnepségen meghatódva elevenítette fel életútját és azt az útravalót, amit a diákévei alatt szerzett társaitól és kedvelt tanáraitól. Dr. Árvai Lajos volt nekem a leginkább kedves, aki kalandregény stílusban mesélte a számvitelt. Olyanokat mondott, földobott egy számot, 3-14, hát mi ez? Ez a pénztárszáma. Ez a bolond könyvelő ott akarta eljutni a pénzt. Na most, hihetetlen szakmai tapasztalat volt mögötte, emberismeret, és mindenkit be tudott vonni, még Kovács Sanyit is, aki kevésbé volt szorgalmas. Az eseményen az elsős osztályfőnökök megkapták az új iskolai egyenpólójukat. Az ünnepséget zenés és prózai előadások is színesítették. Az idei jubilami tanévet a 700 fős iskolában 133 nappal is 9-es tanuló kezdte meg.
Komoly konfliktus alakult ki augusztus elején egy magántulajdonban lévő terület tulajdonosa és a Kertész utca végén lévő dűlőutat használó lakosok között, amelynek megoldásáért a lakossági fórumot hívott össze Botlik Anita, a körzet képviselője. Javaslatként akkor az merült fel, hogy az önkormányzat megvásárolná a területet. Sikerült megegyezni a tulajdonossal, és a képviselőtestület is elfogadta a vásárlási szándékot, így az erre közlekedők hamarosan visszakaphatják a dűlőutat. Augusztus 9-én tartott lakossági fórumot a Kertész utca végében Botlik Anita, mert az itt lévő terület tulajdonosa lezárta a telkét a dűlőutat használók előtt. Bár az áthaladás megakadályozására jogilag megvolt a lehetősége, az önkormányzat szerette volna, ha a lakosok a kérésüknek megfelelően továbbra is tudnak erre közlekedni. Abban az esetben, hogyha a tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az értékbecslés szerint az önkormányzat ezt a területet megvásárolja, akkor az képviselőtestületi hatáskörben van, tehát a képviselőtestület fog arról dönteni, nyilván mi ezt támogatni fogjuk, képviselőasszonnyal, ez nem kérdés, támogatni fogjuk, hogy ez megvásárlásra kerüljön ez a terület. Az egyeztetések a lakossági fórum után sikeresek voltak, a tulajdonos elfogadta a vételárat, így az önkormányzat vásárlási szándéka valóban gyorsan a képviselőtestület elé került. Az önkormányzat beszerezte az ingatlan forgalmi szakértői véleményt, amelynek értelmében ennek a területnek az értéke 2 millió 700 ezer forint. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy ezt a kivett beépített területet vásárolja meg az önkormányzat, és az ezt követően lefolytatott hatósági eljárások segítségével alakuljon ki egy olyan a közlekedés biztosítására alkalmas terület, amely a környékben élők helyzetének megfelelő, illetve azt szolgálja. A területet korábban szöges dróttal zárta le a tulajdonos, ami Botlik Anita szerint balesetveszélyes és szabálytalan is. A 253/1997-es kormányrendelet 44-es paragrafus ugye kimondja, hogy szöges drótot 2 méter magasság alatt nem lehet kihúzni. Ettől függetlenül augusztus 1-én ez megtörtént az érintett területen. Már augusztus 9-én is kértem, ha jól tudom, a jegyző úr van megbízva ezzel az üggyel, hogy ezt a szögesdrótos, szabálytalan eljárást ezt szüntessék meg. A képviselőtestület az ülésen megszavazta az önkormányzat tulajdonszerzését, így minden akadály elhárult az elől, hogy a lakosok hamarosan újra használhassák a dűlőutat közlekedésre, ugyanúgy, mint korábban. Évről évre egyre többen látogatnak át Bogárzóba, templombúcsúba, és elevenítik fel gyermekkori élményeiket, és éltetik tovább a pusztai életet. A hétvégi eseményen az egykori fáklyavivők nevei egy márványtáblára kerültek, ezzel is azt szimbolizálva, hogy a múltunk nem veszhet el. Lázár János építési és közlekedési miniszter is hasonló gondolatokat fogalmazott meg levelében, amelyben arra utalt, hogy a délalföldiek akarata és összetartása nélkül ezek a kis települések már régen homályba vesztek volna. Harangszó jelezte, hogy hamarosan kezdetét veszi a Szent Mise a Makó Bogárzói katolikus templomban, amely teljesen megtelt a vendégekkel. A nyíregyházi György Alfréd Kamiliánus tartományfőnök egy baráti kapcsolatnak köszönhetően érkezett a tanyavilágba Páfai Zoltán római katolikus plébános meghívására. Stábunk arról kérdezte az egyházfőt, hogy milyen üzenetet szán a keresztényeknek. Megőrizni a templomot, az iskolát, a szikből életet, igazságot, emberséget, magyarságot megtartani, hitet, mert hogy ma erre nagyon szükség van, megtámadják a társadalom sejtjét, a családot, legyünk büszkék arra, hogy honnan származunk. Ugye azt is mondtam a prédikációban, hogy néha a modern ember lelke hajléktalan, és egy bogárzói templom, egy bogárzói közösség visszatérés, emlékezés az
segít abban, hogy a lelkünk ne váljék hajléktalanná. Lázár János építési és közlekedési miniszter országgyűlési képviselő ünnepi gondolatait Cirbus Gábor tolmácsolta. Elhangzott, ha nagyvilágon múlna, Bogárzó már nem jelentene semmit, egyike lenne azoknak a település neveknek, amik már csak üres szóként maradtak meg. Azonban az, hogy a mai napig évről évre több alkalommal is megtelik élettel, a délalföldieknek köszönhető, akik nem hagyják nyom nélkül elveszni a múltat. Ilyen fontos nyom, ilyen fontos hagyomány a bogárzói búcsú is. Minél kisebb településről van szó, annál nagyobb segítség kell, hogy a globalizáció és a modern népvándorlások korában is megmaradhasson. Hogy az Alföld alföldi, a Magyarország Magyarország, Európa pedig keresztény és keresztjén maradjon. Mi, a polgári nemzeti kormány tagjai igyekszünk a lehetőségeink szerint mindent elkövetni azért, hogy erről a vidékről a fiatalok ne elvándoroljanak, hanem visszatérjenek ide. Itt maradjanak, itt alapítsanak családot, és itt teremtsenek otthont maguknak. Az esemény fővédnöke Mágori András József volt, aki a település részt képviselőjeként fontosnak tartja a közösségépítést. Úgy gondolom, hogy az esemény azért vonzó, mert itt mindenki szeretettel van látva, itt nincsenek viták, nincsenek feszültségek, ugyanakkor a politika se telepedik rá, tehát lehet, hogy itt vagyunk éppen, de például magamból kiindulva, hogyha valaki visszatekint az elmúlt évekre, akkor én soha az életben nem próbáltam kisajátítani ezt az eseményt, éppen azért nem is szoktam beszédet mondani, meg köszöntőt, meg semmit, én csak abban látom a szerepemet, hogy összehozzam a közösséget, illetve abban, hogy a vendéglátást egy kicsit kidomborítsam. Az előkertben köszöntötte a bogárzóiakat és az elszármazottakat, a megjelent vendégeket, Farkas Éva Erzsébet. A polgármester kiemelte, a templom búcsú az egyik legjelentősebb ünnep a vidéken, amely a hitben való megerősödést szimbolizálja. Az iskola egykori élete, a templomban ma is felsóhajtó imádságok tanítanak, meghívnak bennünket, hogy itt és most nem kell teljesítenünk, semmit sem kell elérnünk. Ez Bogárzó igazi vonzereje. Megengedi az elcsendesedést, az igaz és tiszta találkozást, és megengedi, hogy semmi más tervünk ne legyen, csupán csak lenni, itt lenni, jelen lenni. Egy megható pillanata volt az ünnepnek, amikor megáldották és koszorút helyeztek el az egykori iskola falán lévő emléktáblánál, melyre azon tanítók nevei kerültek fel, akik fáklya vívői voltak a pusztának. Összesen 29 név került fel a márványtáblára, köztük Purucki Józsefé, aki nagyon sokat tett a tanyasi közösségért. Az időseknek számos emlékük fűződik a templomhoz, melyet örömmel osztottak meg televíziónkkal is. Keresztanyám még itt laktak, és minden búcsún itt voltunk. Úgyhogy jó volt, jót ebéd, aztán kijöttünk a templomba, utána meg, hát mint a gyerekek, a kiállítások, meg minden, ami volt, hát ami egy búcsúban volt, a forgó hintától kezdve minden. Szerettünk ide járni. Hát én nekem itt volt a bérmálkozásom abban az időben, úgyhogy ilyen kötődés, iskolában nem ide jártam, hanem Csókásra. De jó volt, minden búcsú, itt voltunk, bálakba, nagyon jól éreztük magunkat. A búcsún szabadtéri kiállítás nyílt Kassai Béláné egykori gyógypedagógus műveiből, akire inspirálóan hatott Bogárzó, így alkotásain is visszaköszön a táj. A délután folyamán szeretett vendégségre is sort kerítettek, valamint táncos, énekes produkciók szórakoztatták a közönséget. Gyermekműsor, sport és táncegyesületek bemutatói, valamint szeretett vendégség is fogadta a Patai térre kilátogatókat szombaton. Néhány év kihagyás után tudták újra megszervezni a városrészi napot, ahol dr. Hadik György önkormányzati képviselő nagy bejelentést tett. Az eseményre Farkas Éva Erzsébet is ellátogatott és köszöntötte a lakosokat. Teljesen megtelt a játszótér érdeklődőkkel, akiknek már a kora délutáni órákban programokkal készültek a szervezők. A színpadon egymást váltották a produkciók. A Makó Búdó Klub több csoportja mellett a forgatós táncegyüttes, valamint a ferencvárosi Kukutyin tánccsoport is bemutatkozott. A jelenlévőket Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte, aki összegezte a várost érintő beruházásokat, kitért a Honvéd városrészt érintő közösségi házra, amelyet várhatóan az ősz folyamán adnak át
ünnepélyes keretek között, továbbá, hogy a városrészben 15 önkormányzati lakást alakítottak ki, és 14 útszakaszt újítottak meg. Mindemellett azonban az ilyen városrészi napokra, illetve városi szintű programokra is szükség van. Mert hogy a közösség legfontosabb jellemzői az, hogy élő és eleven. És csak úgy tudjuk élővé és elevenné tenni, hogyha ilyen találkozásokban, ilyen programokban együtt vagyunk, beszélgethetünk, találkozhatunk, megvitathatjuk akár a családi életünket, akár a városrész életét, vagy akár az egész városnak az életét. A szót dr. Hadik György, a városrész képviselője vette át, aki azt a bejelentést tette, hogy jelenleg azon dolgoznak, hogy szeptember 2-át nemzeti ünneppé nyilvánítsák. Ez a nap nagyon jelentős az ország életében, mert 1686. szeptember 2-án a töröktől Budavárát az úgynevezett Szentliga hadseregei visszafoglalták Lotaringai Károlynak a vezetésével. Ez egy új időszámítást jelentett. 145 évig volt ebbe az országba török uralom. Sem vettünk, rabigára vitték az embereket, nem volt lehetőség az önálló politikai életre. Egy új élet kezdődött a szeptember 2-ai dátummal, egy új lehetőség a szabadságnak az új lehelete. Kígyózó sorok álltak az Ugrálóvárnál és az Arcfestőasztalnál, de népszerű volt a bohóc is, aki lufiból hajtogatta meg a gyerekek kívánságait. Incsinklandó volt a zsíros kenyér, melyet bárki megkóstolhatott és egy limonádéval le is kísérhetett. Családok sokasága látogatott ki a Patai térre, köztük Berta László, aki fiához utazott haza a hétvégére Szerbiából. Nagyon jó érezik magunkat, a program is nagyon gazdag, sokrétű, csak is pozitívan beszéletek erről az egész dologról. Itt vannak a család, az unokáim, jobbat el se kívánt az ember. Hangulat is megvan, minden megvan. A délután sztár vendége Postás Józsi volt, akinek volt lehetősége már májusban is szórakoztatni a makói közönséget, így hálás volt, hogy ilyen rövid időn belül bizalmat szavaztak újra neki. Nagyon jó érzés, hogy itt lettek újra. Egyébként ez nem is nagyon jellemző, hogy egy helyszínre mondjuk egy évben adott alkalommal kétszer is meghívnak, ez külön megtisztelő, hogy itt lehetek. A nyár az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Természetesen még nincsen vége, hiszen még tart a szezon a szeptemberi időszakkal vonatkozólag, de hála a kedves közönségnek, hogy életben tartja a produkciót, én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy jó legyen a hangulat. A legismertebb slágerei mellett új szerzeményeit is elhozta a közönségnek a zenész, melyek a mulatásról és a szerelemről szólnak. A jó hangulat estig kitartott, az esemény jó alkalom volt a beszélgetésre, a kikapcsolódásra. Ismét neves szakmai előadók érkeztek Makkóra az Aikido konferencia keretében, amelynek célja, hogy szélesítse a sportegyesületek rendelkezésére álló tudását és ösztönözze az edzésmódszerek fejlesztését. A városba érkező szakembereket és edzőket köszöntötte Farkas Éva Erzsébet polgármester is. A Grand Hotel Glorious konferencia termében találkoztak szombaton az Aikido harcművészet meghatározó hazai szereplői, hogy a sport fejlődésének érdekében szakmai előadásokat hallgassanak meg. Az Aikido konferencia megszervezésének nagy múltja van már Makón, a 8-ból 7-et szerveztek meg városunkban. Az egész országból érkeztek ide, most is vezetők, szakemberek, érdeklődők, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó a városnak, jó az egyesületnek, valahol a szakmai színvonalat emeli, hogyha több felől érkeznek információk, mert hiszen amellett, hogy előadások hangoznak el, itt a szünetben eszmecserére kerül sor, beszélgetni lehet, információkat cserélni, és ezekkel az információkkal én azt gondolom, hogy erősödnek azok a szervezetek is, akik ide látogatnak. A konferencián részt vett a Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke is, aki televíziónknak elmondta, a makói sportéletet kiemelkedőnek tartja. Dr. Nébal György szerint a szövetség érdeke az, hogy minél többen és rendszeresen sportoljanak, mert ez segíti a honvédelem ügyét is. Nyilvánvalóan minden, ami a sporttal összefügg, az a fiataloknak a testi-lelki fejlődését segíti. Tehát azt kell, hogy mondjam, elsődleges célunk az, hogy sportoljanak a fiatalok, hiszen így tudnak legjobban tenni, akár
önmagukért, a közvetlen környezetükért, családjukért, és akár természetesen a hazájukért is. Tehát egy olyan generáció nőjön, növekedjen fel, amelyik testben és lélekben egészséges. A résztvevőket köszöntötte Makó polgármestere is. Farkas Éva Erzsébet elmondta, a város 34 sportegyesülettel rendelkezik, az önkormányzatnak pedig kitűnő velük az együttműködése, hiszen közös cél elérésének érdekében dolgoznak. Sportolóink sikereire mindig rendkívül büszkék vagyunk. A több évtizedes múlt számunkra egyben felelősség és lehetőség a jövőre nézve is. Önkormányzatunk ezért folyamatosan keresi a sportfejlesztések és a sporttal kapcsolatos rendezvények tekintetében is a megújulási lehetőséget és az új utak lehetőségeit. Azt szeretnénk, hogy Makó sportja a következő évtizedekben legalább olyan sikeres legyen, mint a dicső múltjában. Ehhez a célhoz városunk közösségeiben mindig kiváló partnerekre találtunk és segítőtársakra. A konferencia keretében idén olyan témák is előkerültek, mint a gerinc problémák és azok megelőzésének segítése az edzésbe épített gyakorlatokon keresztül, vagy éppen a sportszervezetek számára is elérhető pályázati lehetőségek. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. 100. tanévnyitóját tartotta meg a HSC Makkói Návai Lajos Technikum és Kollégium. Megvásárolja az önkormányzat a Kertész utcában vitát okozó telket. Évről évre egyre többen látogatnak át Bogárzóba, templom búcsúba. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a szeptember 4-i hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!